Sokan mondják, hogy a keverék kutyák sokkal okosabbak és életerősebbek, mint a fajtatiszták. Igaz ez? No hát, so más választ is adhatnék rá, de megpróbálom egy kicsit körülírni a dolgot. A tenyésztés során a tenyésztői szervezetek és a fajta, fajtatiszta Kutyáknál a tenyésztés sok szempontból egyfajta ö, szelekció nyomás következtében bizonyos tulajdonságokat rögzítettek, bizonyos tulajdonságok előnyösnek számítottak, és ezért arra tenyésztettek. Bizonyos tulajdonságokat viszont elhanyagoltak, és ezek akár negatív következményeképpen a tenyésztésnek egyfajta negatív következményeiként, akár orvosi látlelet formájában is időnként napvilágra kerülnek. Mire gondolok? Gondolok itt arra, hogy sokáig tenyésztettek bizonyos fajtákat például arra, hogy a bőrredőjük az ilyen, olyan nagy legyen, hogy a szemhéjuk ilyen formában lógjon, vagy olyan formában lógjon, hogy a farkuk így kunkorodjon, vagy amúgy kunkorodjon, hogy a fülük így álljon, vagy amúgy, és erre komoly, ebbe komoly munkát fektettek, hogy ezeket a tulajdonságokat, amiket ők óhajtottak látni a kutyán, ezeket rögzítsék a tenyésztéssel. Viszont ennek következményeképpen nem tekintve ezekre a tulajdonságokra. Rögzítettek olyan tulajdonságokat is, mint mondjuk a csípőizületnek, a, a diszpláziája, a kóros kifejlődése, bizonyos szembetegségeknek a, az örökletes öröktes rögzülése, és egyéb bőrgyulladásoknak a következménye, és sok-sok-sok mindent mondhatnék erre. Tehát a tenyésztéssel, hozhattunk létre olyan tulajdonságokat, amelyek egyébként azoknál a kutyosoknál, ahol nagyon sok génállomány keveredik, és, és, nem nagyon hajlamosak arra, hogy ott rögzült, tenyésztéssel rögzült tulajdonságok legyenek a mérvadók a, a küllemében a kutyának. Ezért van az, hogy a közhiedelem is, és hát gyakorlatilag emelé én is oda sorolom most az állatos társadalmat is, azt mondja, hogy kisebb a valószínűsége annak, hogy egy, egy ilyen, ilyen promenád, misunk kutyus, a kertekajai e, szuperkeverék az e, ugyanolyan örökletes megbetegedéseket mutasson, mint egy fajta tiszta, nagyon-nagyon e, pedig réskutyus. Tehát van valóban, valóban, különbség sokszor. Természetesen nem, ez statisztikailag értékelhető csak, nem egyedre lebontva. Egyes egyedre lebontva ezt még fordítotja és igaz lehet, amit én most mondok, de statisztikailag igenis van különbség a kettő között. A minél több génállomány keveredik egy adott kutyusnak a gén, gén génkészletében, annál kisebb a valószínűsége, hogy ott rögzült rossz tulajdonságok jönnek majd elő.